Csaknem 10%-kal kevesebb magyar áru van a nagy élelmiszerboltok polcain, mint pár évvel ezelőtt. Ez derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A hatóság a 10 legnagyobb kereskedelmi lánc üzleteiben csak nem 40 ezer termék adatait rögzítette. A legnagyobb veszteséget a sajtok, sonkák, joghurtok szenvedték el. Esetükben ma már a polcok több mint felén külföldi árucikkeket találunk. A hazai élelmiszereket elsősorban a külföldi tulajdonú boltokban cserélték le importárúra. Erdős Norbertet, az Agrárminisztérium államtitkárát köszöntöm a stúdióban, jó, jó estét kívánok! Mi lehet az oka annak, hogy folyamatosan nő a külföldi termékek aránya a polcokon? Két oka van. A fontosabbik az, hogy sajnos az élelmiszeriparunk picit lemaradt az utóbbi 30 évben, és ezt ezen változtatni kell. Tehát nincsenek olyan minőségű termékek, mint amit külföldről be lehetne hozni? De részben ez is igaz. A másik az, hogy nyilvánvalóit itt valljuk be őszintén külföldi üzletáncokról van szó, nyilvánvalóan az ő üzletpolitikájuk és az, hogy külföldi termékeket hozzanak be. A legjobb példa talán a joghurt, ahol a legrosszabbul állunk, egyébként hagyd mondjam el 20%-os csak a magyar termékek aránya joghurtból. Ez a klasszikus, amikor a, gyakorlatilag a piacot vették meg, és most már joghurt, az a nagy külföldi cég nem is gyárt Magyarországon, hanem Csehországból, Romániából és Franciaországból érkezik a joghurt Magyarországra. Hogyha már a joghurtot szóba hoztam, mely termékekre jellemző még, hogy nagyobb arányú? a külföldi? A sonka ilyen például, sajnos a vaj, tehát a, a, azok a termékek, ahol több tudás, nagyobb élelmiszeripari ismeretre van szükség. Úgyhogy a kormányzatnak az a szándéka, hogy az élelmiszert megerősítse, az élelmiszer ipart megerősítse, az eltökélt, ugye hallható volt a hírekben, hogy 4500 milliárd forint érkezik a vidékfejlesztésbe, és abból 750 milliárd forint érkezik majd az élelmiszeripar megerősítésére. Na most leszámítva a külföldi élelmiszerláncokat, amelyeket ön is említett, azért Igen. mégiscsak sokunknak nehéz azt megérteni, hogy hogy lehet olcsóbb, mondjuk Franciaországból ide szállítatni egy készterméket, és itt alacsonyabb áron ugye eladni, mint mondjuk a szomszéd megyéből áthozni, és azt forgalmazni, mert ugye ez egy piaci árverseny is van. Így van, de hogyha megnézzük azt, hogy például a hazai üzletláncoknál mi a helyzet, rögtön lehet látni azt, hogy ott azért 80%-os a magyar áruknak az aránya, szemben a, nem, a nemzetközi üzletláncok 66%-os arányával. A kormányzat ugye közzétett korábban is már kampányokban felszólításokat, hogy fogyasszanak több magyar eredetű vagy magyar élelmiszert az emberek, nem lehet azért ebbe a piacba beavatkozni, nem direktben. Tehát milyen eszközök vannak a kampányon túl? Igen. Ismeret bővítés, ugye? Alapvetően egyébként a magyar emberek a magyar árukhoz való hozzáállás az pozitív. A felméréseink szerint 85%-os az, az az arány, hogy a magyar emberek egyes termékek, vagy úgy általában a magyar termékek iránt nyitottak egyébként, tehát e tekintetben jól állunk. Sok ö, kisebb, nagyobb lépésünk volt már az elmúlt időszakokban, és hogyha belegondolunk, a kis zász, zászlócskák megjelentek a friss húsoknál, most már a zöldséggyümölcsnél, a decemberi döntés alapján, most már a tojásnál is. Tehát, hogyha figyelmesek a vásárlók, azért elő tudják segíteni a magyar termékeket. És mit tud még tenni a minisztérium? Tehát valami minimum kvóta bevezethető? Nem, az olyan nem vezethető be, de például megjelent a kiváló minőségű élelmiszervédjegy, szintén az utóbbi években. Ö, hogyha ez a egy rendszer el tud terjedni, akkor ez elő tudja segíteni majd a magyar áruknak a terjedését. Illetve az, hogy mondjuk versenyképesek legyenek árban is ezek a magyar termékek, abban tud-e bármit nyújtani vagy segíteni a minisztérium? Ez ismét az élelmiszeriparnak a kérdése. Erős élelmiszeripar, jó magyar, jó minőségű magyar termékeket fog előállítani, és biztos vagyok benne, hogy előre tudunk majd lépni ezen a területen. De önök továbbra is akkor figyelik a fejleményeket és a tendenciákat? Igen, ugye a legúj legutóbbi felmérésünk az hat éves volt, ez valljuk be egy kicsit hosszú a következő ilyet. én úgy gondolom, hogy azért három év múlva meg kell csinálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.